Nagy munkálatok zajlottak és zajlanak még most is Cikón. A településen ugyanis átfogó vízrendszeri program indult. A falut keresztül szerő patakmedrének a rendezése történik meg, kül- és belterületi szakaszon egyaránt, több mint 4 kilométer hosszban. Mederkotrásra kerül sor, részlegesen mederburkolásra, hordalékfogó gátakat építenek, és egy nagyobb átmeneti tározó kerül kiépítésre. A beruházásra több mint 280 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrást fordíthat az önkormányzat. A fejlesztésre nagy szükség van, hiszen Cikót néhány évente, szó szerint ideiglenesen megbénítja egy-egy nagyobb esőzés. Ezek a felvételek 2018-ban készültek, akkor egy hirtelen jött esőzés szabályos villámárvizet okozott a településen. Stábunk térdig érő vízben forgatott több cikói intézményben is. Ilyen esetek már nem fordulhatnak elő újra, ha befejeződik a most folyó munka. Időnként több évente, de el szokta önteni a települést a víz, és az elmúlt két évtizedben nem történt meg a falunak a vízrendezése, úgyhogy ebből valósul meg ez a projekt. Nem csak a faluban, Cikó külterületén is zajlik a munka. Ott a vízrendezési fejlesztéssel párhuzamosan egy útfelújítási projekten is dolgoznak a szakemberek. Itt láthatjuk a vízrendezéses pályázatunknak a külterületi szakaszon történő rendezését. Ez a szakasz már lezárult, itt megtörtént a mederkotrás, és itt lesz majd a Cikomöcsény útnak a felújítása is. Jelenleg a közbeszerzés még folyamatban van, hamarosan lezárul, és utána kezdődhetnek a kivitelezési munkálatok ezen a több mint 2 kilométeres szakaszon. A Mölcsényt és Cikót összekötő utat évtizedekkel ezelőtt vásárolta meg az önkormányzat, a felújításra viszont sokáig kellett várni. Kátyúzás, új aszfaltkopó réteget kap az út, a patkák lesznek lenyesve, hogy a csapadékvíz le tudjon folyni az útról, tehát teljes felújítás történik. Ezt VP-s pályázati forrásból finanszírozzuk a felújítást, és ehhez 5% önerővel kell hozzájáruljon az önkormányzat. De nem csak itt, hanem a település központjában is lezárult egy fejlesztés a napokban. A helyiek által kedvelt központi játszóteret ugyanis sikerült felújítani. 3 játszóterünk van a településen, itt a központon van a legnagyobb. Ami található játszótéri eszközök ezen a játszótéren, 3 darab azt németországi testvértelepüléstől kaptuk, és most ezt bővítettük ki, hogy tudják használni a kicsik-nagyok egyaránt. Cikó vezetői az elmúlt években igyekeztek minden lehetséges pályázati lehetőséget megragadni. Ennek köszönhető, hogy a község sikeresen vett részt a Magyar Falu programban is. Felújítottuk az iskolatéren a járdát, az iskolától a könyvtárig. Itt térköves járda került kialakításra. Szintén Magyar Falu program keretein belül felújítottuk az óvodát, külső szigetelést kapott az épület, födémszigetelést, napelemet, bízunk benne, hogy energiahatékonyak leszünk ezáltal. BMS pályázaton nyertünk a Percel utca egy részének a felújítására, az utca új aszfaltburkolatot kapott, szegélykövet és a vízzel vezető árok került újra kibetonozásra. Cikón tehát nem tétlenkednek a helyiek, a fejlesztésről és ahhoz szükséges forrás megszerzéséről van szó. Ez pedig egyre inkább meg is látszik a völcségi településen.